2008-at követően az a profitabilitás, ami jellemezte a magyar bankpiacot, hát annak most a nyomai szemében látjuk. 2008-at megelőzően a magyar bankrendszer tőke és összefogadános profitreatája magasabb volt az eurózóna átlagához képest. A subprime válság egy olyan likviditási válság volt, vagy egy olyan bizalmi válságot eredményezett, ami miatt a források jutás lehetőségei hát nehezebbekké váltak, ami függes felállban és mindenféle más olyan kifélhető számokban is látható a mindennapi sajtóban, amivel önök is találkoznak. Igazából ennek a válságnak azonban van egy olyan nagy terhe, amitől mentes a rendben. Vállalkozások túlnyomó többsége a válságot megelőzően egy nagyon erőteljes expanzióba kezdtek. Ez globálisan is jellemezte a bankpiacot és Magyarországot is. Hogy a globális ügyekről ne beszéljek csak a magyar bankpiacról, a lakossági jelzálog hitelnek több mint 60%-a régi alapú hitelőrzéssel történt. És ez a deviza hitelezés egy ilyen globális válság közepette, ez nem nagyon erős stabilitású, vagy fundamentumokkal rendelkező magyar gazdaságot nagyon súlyosan érintette. Ez tetten érhető abban, hogy az elmúlt időszakban országon működő bankoknál több 100 milliárd forintos tőkevesztésre kényszerültek a bankok tulajdonosai, ami a válság miatti úgynevezett nem teljesítő hitelek miatt keletkező veszteség kompenzálásától. Ezzel a teherrel a Grameen Banknak nem kell szembesülnie, hiszen a bank megvásárlása pillanatában egy tiszta portfólióval rendelkező bankot vásárolt Damian úr, és azt követően sem adtunk hitelt a deviza alapon lakossági ügyfeleknek. Tehát miközben azt gondolom, hogy ezek a növekedési idők, amely a elmúlt 2008-at megelőző 10 évet jellemezték, amikor egy retail szektorban a mortgage hiteleknek az éves növekedés ütleme több mint 30% volt, ez most rövid távon nem fog visszajönni. És nem fog visszajönni a 20%-os profitálta sem. Mindazonáltal azt gondolom, hogy lehet és érdemes megtakarítani a hagyományos bankolásnak azokat a költségeit, amelyek hát emésztik a bankok költségstruktúráját. A Grameen Bank éppen ezért nem tervez hosszú távon se hagyományos fiókhálózatokat létrehozni. Mi azt gondoljuk, hogy igazából a személyes jelenlétre, nem a virtuális jelenlétre, amire mi nagy hangsúlyt fektetünk, mert azt gondolom, hogy a bankolás egy személyes szolgáltatás, de ez a személyes szolgáltatás nem kell, hogy fizikai valójában megtörténjen. A vidéki jelenlétre is elsősorban azért van szükség, hogy a számlanyításhoz szükséges ügyfélazonosítás és szerződési eljárást egyszerűen meg lehessen tenni, illetve elképzelhető, hogy bizonyos dokumentumokra a vállalkozásoknak szükségük van, és még azt szokták, mert ugye van fiókba kell érteni menni, miközben a Grameen Bank internetbanki funkciójában kifejezetten van egy olyan funkcionalitás, hogyha az ügyfél bármilyen dokumentumot kér a bankból, a bank ezt a dokumentumot ezen a csatornán el tudja jutatni az ügyfél részére. Tehát visszatérve a kérdésére, én nem számítok globálisan arra, hogy itt rövid távon a bankrendszerben egy ahhoz hasonló mértékű növekedés és profitabilitás történne, mint ami 2008 előtti időszakot jellemezte, globálisan. Mindazonáltal azt hiszem, és arra számítok, hogy a Grameen Bank azt a növekedési ütemét és trendet, amit az elmúlt két évben is meg fog valósítani, tovább fogja tudni erősíteni. Ami a kérdésének arra a részére vonatkozik, hogy mennyibe került ez a fejlesztés, tehát el lehet, hogy hatunk van egy sokba. Ennek a fejlesztésnek és egyáltalán a folyamatnak, az előkészítésnek az investíciója ilyen 100 milliós nagyságrendeket jelent. De mi azt gondoljuk, hogy ez a fejlesztés megtérül, hiszen azt gondoljuk, hogy az ügyfelek a jövőben még inkább, és az összes elemzés nemzetközi és hazai viszonylatban arról szól, hogy az ügyfelek a bankváltás és a bankválasztás tekintetében a kényelmet, a gyorsaságot, az egyszerűséget és a kiszámíthatóságot
helyezik előtérbe, és én azt gondolom, hogy költségtakarékosságban, kényelmi szolgáltatásban mindenféleképpen piacvezető orgánik vannak az a szolgáltatása, amit mától indítottunk el az útjára, és én nagyon hiszek abban, hogy ez valóban egy új dimenziót nyit a bankolásban. Még csak talán nem mondhatom önöket, egy nagy globális világcég csinált egy jelentést a világ legnagyobb bankjainak a tevékenységéről, és ez a jelentés arról szólt, hogy azok a bankok a legprofitabilisabbak, és azoknak a bankoknak a legalacsonyabb a költségbevétel arányuk, akik az értékesítési csatornákban, az elektronikus csatornákat betalálják. És én nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az elektronikus csatornában mi azt gondolom, hogy tudtuk vegyíteni és meg tudtuk oldani azt a plusz ügyfél szempontjából kényelmi szolgáltatást, hogy miközben a korszerű technika adta lehetőségeit kihasználjuk, eközben lehetőség van egy személyes kapcsolat létrejöttére az ügyfél és a bank között. És anélkül, hogy parkolni kelljen, anélkül valóban sorszámot kelljen húzni, és anélkül, hogy az utazás költségére időt és pénzt fordítanánk az ügyfél.